Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Körzsészet napja alkalmából. Ez alkalommal vendégeinként köszöntjük Jánosiné Simek Valéria költőt, írót, és Simon Mária Veronika Cserhát, Munkácsi és Holló László díjas Kunstmeister festőművét. Valamint Enyedi Béla, Bőti nagydíjas szépírót. Először Simek Valériával és költeményeivel, megjelent köteteivel ismerkedünk meg. A versei Szolga Anikó előadásában hangzanak majd el, Cserta Gábor és Takács László által pedig a költemények megzenésített formában csendülnek fel. Ezt követően Enyedi Béla nyitja meg Simon Mária Veronika festőművész, Magyar Írók és Költők arcképcsarnoka című tálatát. A festménykiállítást a galériateremben tekinthetik meg, ahol a költőnő kötetei és a festőművésznő festményei, nyomdai és műtermi áron vásárolhatók meg. Mivel a költészet napja, József Attila születésnapja, és hát egy József Attila verset. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Fagyos kamrák kirincsét fölszakadni, és rakni adjon sok-sok meleget. Ráhányni minden, ami antikócska, csorbát töröttet, s ami új megér. Gyerekjátékok, ópónok, fogócska, s rászólni minden, ami szél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, izzós barázs a város, a bereg. Fagyos kamrák kilincsik fölszakadni, és rakni adjon sok-sok meleget. Ráhányni mindent, ami antikócska, korvát töröntet, s ami új megér. Dalolva forró lát az égig róla, s kezén fognám mindenki földjét. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Valami nagy tüzet kéne rakni, és rakni adjon sok-sok meleget. Valami nagy tüzet kéne rakni, és rakni adjon sok-sok meleget. Igyekszik át az erdőn, hátát rőzse nyomja, lassan ballag. Még a messzeség homálya rejti el a völgyben a falut. Csönd van, és áldoz a hold. Fák templomíve felette. Lába minden lépésnél egyezőket szór a homokból. Az otthon fénykörébe tart. Minden csöpnyi házban pislafény, az alkonyhű barátja. Nagyanyám ajtót nyit, s korommal lehet lámpája iszik asztalán. Eszembe jutott, le kéne érdepelnem az útporába, s megcsókolni eltűnt lányomajtokat. S megcsókolni eltűnt lányomajtokat.
1953-ban született Bakonycsernyén és jelenleg is szülőfalujában él. Az országos napi és heti lapok mellett irodalmi folyóiratokban publikál. Tagja a székesfehérvári Vörösmarty Társaságnak. Eddig 6 verses kötete, egy regénye és egy novellás kötete jelent meg. Menni kell. Mindig menni kell. Mindig a megújuló zöldbe. Egy szál ingben, mintha öletben te hoznád a virágzófák habselyen mennyasszonyi ruháját. Lélegzeteddel érinted az alvó harmad cseppeket. Tétóval lépteid az úton. Csöndes derűvel cipeled megrostált éveid. A szőlőlukasok barikádjain túl felegyenesedsz, megigazított félrecsúszott sapkád, és tüzet gyújtasz, hogy haldagalja klángoló pattogását. Füsttől könnyes szemmel nézem, ahogy árnyékunk is elszáll. Mindig menni és tenni kell, új tavasz kínálja magát, tágtereit lobogtatja, kezed lendül, magot szórsz, bőven hinted madárnak, aratásnak. Egy darabka földön élünk, óriási égbolttal fejünk fele, s belakjuk otthonunkat, mint fészkét a hazatérő madár. Menni kell, mert károg a varjú sötétség. Menni kell a télből a tavaszba. Menni kell a megfoghatatlan időben együtt, míg lehet. Megtartó unoksággal kettőnk terhét cipered a váladon. Elindulok hozzá, hogy együtt hazatérjünk. Valéria, elmentél. Elmentél csendben és levélben. Ebből a folytonos készenlétből részenként majd egészen ebből a valahol lépből eltűntek tetteid. Láttárja időzi kezed nyomán. Legyen már mindenre gondja az égnek, elmentél csendben észre minden. Na 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 na
elbűnte tetteit. Tárgya időzik kezed nyomán, legyen már mindenre gondja az élet. Elmentél csendben, észrevétlen. Legyen már mindenre gondja az égnek. Elmentél csendben, észrevétlen. Most pedig szeretném megkérni Valériát, hogy foglaljon helyet, és meséljen magáról, a költészethez és az íráshoz fűződő kapcsolatáról. Én 12 éves koromban írtam az első verseket, majd 14 éves koromtól folyamatosan. És 18 éves koromban jelent meg az első írásom. 24-től pedig országos napi és heti lapok, majd folyóiratok jelentették meg írásaimat a mai napig. Tehát a 6 verses kötet, a regény, a novellás köteten kívül számos antológiában jelentek meg írásaim. Pályázatokon is részt vettem, irodalmi pályázatokon. Országos pályázaton egy versemmel első díjat nyertem. Könyvtárnál Várpalotán ott 2 alkalommal, majd meseíró pályázaton is nyertem a Pannon Lapok társaságánál. És a fiatal művészeket azt nem mondtam még, ugye azt nem említettem, ott is több alkalommal nyertem pályázati díjat. Mostanában nem pályázok így irodalmi művekkel, hanem folyóiratokhoz elküldöm az írásaim, és jó érzés, amikor visszajelzik, hogy szeretettel fogadják, és köszönik szépen, hogy küldtem, sőt, újabban már előfordul, hogy úgy kérik tőlem az írásokat. Tehát ha véletlen huzamosabb ideig valamelyik folyóirathoz nem küldtem, akkor rám írnak, hogy légy szíves, küldj, és várjuk az írásait. Ennyit gondoltam, hogy nekem még lenne pár kérdésem. Mi ad inspirációt, és miből meríti a verseinek és az írásainak a témáját? Család, szeretet, szülőföld, a természet. Bakoncsernén élek, és pici gyerekkoromtól nagyon sok időt töltöttünk kint a természetben, és a Csernéje határban, Dülőkben szinte minden fát, bokrot, patakot, kis forrást ismertünk, és aki ezeket a helyeket végigjárta a pici korától kezdve, az tudja és az érzi csak igazán, hogy milyen gyönyörű az ő faluja, ahová ő megszületett. Csodálatos érzés, mert aki végigutazik a falun, átsuhan 8 km hosszan, szinte semmit nem lát belőle, azt érzi, hogy kacskaringósak, és egy utcája van. Közben nagyon sok út ágazik lent a völgyben is, szép és fönt a dombok tetején. Ha aki nem ismerős annyira Bakoncsernyén, az őszinte nem is gondolna erre. Költőnek születik az ember, vagy ezt is el lehet sajátítani, mint egy bármely más szakmát? Hogyan gondolja? Ezen én nem gondolkodtam még, nálam ez valahogy természetesen jött.
szükségét éreztem arra, hogy kiírjam magamból az érzéseim, gondolataim. Nyilván, aki mondjuk tanári pályára készül, és magyar szakos, ő benne, biztosan benne van ennek a csírája, és ő tovább tanulva, tovább képezve magát íróvá válhat. Szóval nagyon meghatározó tényező, hogy valaki falun él, vagy városban. Nyilván faluról sokkal nehezebb érvényesülni, mint aki a fővárosban él, sőt vannak olyan csoportok, ahol inkább csak az ő köreikből fogadják szívesen az írásokat. Tehát vidéki embernek sokkal nehezebb, úgy gondolom, labdába rúgni ezekkel a városokban élő embereket. Természetesen az ország nagy része nem Budapestből áll, és nagyon sok szerkesztőséggel tartom a kapcsolatot, és nagyon aranyosak, kedvesek. Budapesten is jó néhány ilyen szerkesztőségben vannak ismerőseim, és jó érzés, hogy ők szeretettel fogadnak. És hogyan születik meg egy verse? Jön egy gondolat, és egyből vers lesz belőle, vagy apránként állnak össze a sorok? És mikor érzi azt, hogy igazán kész van egy vers, egy költemény? Először is olyan lelki állapotba kell kerülni, hogy végig tudjam járni azt az utat, amire gondoltam, amit leszeretnék írni. És általában, ha ezt a gondolatot elkezdem, nyugodt körülmények között teszem, és addig nem hagyom abban, míg nem írom ki magamból, és nem fejezem be az írást. Amikor befejeztem, akkor átolvasom, nyilván javítom, évtizedeken keresztül nem is változtattam rajta. Most már valahogy úgy írni hagyom egy-két napot, és akkor más szemszögből is látom már, és bele-bele javítok. Gyermekkorában írta az első verseit, majd munkába állt, férhez ment, családot alapított. Mikor volt ideje az írásra? Hogyan tudta megteremteni azt a környezetet, azt a lelki állapotot, amit alkotni tudott? Hát nekem legfontosabbak a gyerekeim voltak. Tehát amikor kicsik is voltak, ők soha nem tudták, meg később sem, hogy én mikor írtam a dolgaimat. Mindig ők voltak a legelsők, és amikor ők lepihentek, aludtak, vagy esetleg iskolában voltak, vagy óvodában, akkor írtam egy-egy írást, de az ő idejükből, a velük töltött időből sohasem vettem el. Tehát mikor már nagyobbak voltak, akkor tudták, hogy megjelennek írásaim, és ők tudomásul vették. Később már segítettek is a gépen, mert az nagyon nehéz volt már ilyen időskorban. A gépnek a megtanulása, elsajátítása az új technikáknak, és bizony most is segítségre szólok a ányomnak, vagy a unokáimnak, hogy segítsetek, mert most megakadtam. És más is vonzódik a családjában esetleg a költészethez? Nem tudok róla. Anyukám volt hasonló, rendelkezett hasonló érzésvilággal, de régen a lányok összegyűjtötték a verseket füzetekbe, de olyan szempontból is, hogy leírták a nótákat, a dalokat, és így gyűjtötték össze. Nem volt rádió, tévé, nem voltak hanghordozók, és ők így énekelték munkában, otthon, vagy közösen, ha csoportosan dolgoztak valahol, és egymástól így tanulták meg, és az ő összegyűjtött kis versikéit megőrzöm, amelyiket már megkaptam még annak idején tőle, és ő benne volt ez meg. A gyerekeimre visszatérve, két lányom van, mindegyik középiskolai tanár,
nagyobbik magyar történelem, kisebbik pedig angol és angol szakfordító. Két unokám van, de úgy éreztem, mikor szükségem volt technikai segítségre, akkor ők szívesen jöttek és segítettek nekem ebben. Mert nem sok időt töltök én a gép előtt. De megvan az én mindennapi munkám a ház körül, a kertben, és ezért szükségem van a segítségükre. És így zárásként egy kérdést szeretnék még, hogy mit jelent az ön számára a költészet? A költészet az ünnep, az énem egyik része, amelyik hozzám tartozik. Hát igazán örömben, bánatban egy-egy szó, egy mondat, egy vers mindig lélekben felemel. Tehát kerülhettem az életem során bármilyen mély pontra, mindig kivezetett a nehéz helyzetekből. Volt, amikor több időre volt szükségem, de az írás az, mondhatom, hogy gyógymód volt. Kikapcsolódás lehetőségem, elmenekülés a mindennapokból egy kis időre. Köszönjük szépen! A mesterséges intelligenciában riogatják az embereket, hogy mennyire nem lesz szükség költőkre, nem lesz szükség zeneszerzőkre, egyáltalán zenészekre. Mesterséges intelligencia mindent el fog intézni, csak megfelelő paramétereket kell adni inputnak, és akkor önként kijön egy remélmű. Valóban születnek nagyon jó versek, egy dolog azonban elárulhatja, hogy mesterséges intelligencia írta, vagy ember. Ha a lélek hiányzik belőle, akkor az bizony mesterséges intelligencia produktuma nagy valószínűsége. Vannak ugyan a mai új versek között is, amikor hiányzik a lélek, de azért a Vali verseiben ott a lélek. Tehát a Vali-féle versíróknak nem kell aggódni a mesterséges intelligenciától, hogy elveszi az alkotókedvüket meg a lehetőséget. A lélekre mindig figyelni kell, ami ott benne van. Zenére ugyanez vonatkozik. Vannak szabályok, amiket nem szabad, mert akkor hallgathatatlan lesz. Tehát a matematikához nagyon sok köze van, összhangzattal, mindennek meg kell felelni. Az ember azt akarja, hogy az emberek ne álljanak föl, és menjenek el, mint most, hogy köszönöm szépen, mint éneklek egy verset, aminek az a címe, hogy úgy figyelsz, és egy szál ingben, és utána hallgatjuk meg a verset. Tehát Csimek Valéria, úgy figyelsz, és egy szál ingben. Két rövid. Ma még földet, nem én talában, napjaimat te ébreszted, intézed. Nem még, inni adsz, megterített délelőtjeidből. A világ sorvasztó hírei közt, te vagy a megtartó akarat, belém karolsz, fölemelsz, mint a járni tanuló gyerekre úgy figyelsz. Nam, 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 szemedben erdők támaszkodnak, tenyeredben patak ficánkból, üledben madarak dalak fészked, egy szálinkben a föld felett vagy zengő élek. A üledben madarak dalak fészked, egy szálinkben a föld felett vagy zengő ének. Egy szálinkben a föld felett vagy zengő ének. Fészkelő fény. Szobámban égő gyertyalán, hát itt vagyok, hát itt vagyok.
nekem gyújtotta meg anyám. Mint a holdfehér tavarigatózik mellette, őrzi még a lelkem. Anyám szemében fészkelő fény voltam, kis gyertyaláng egy ölelésből, kibomló szeretettal. Nem vagyok több, mint a lepkeszárnyú kormostánc, csak apró fény, csak apró fény, gyertyaláng. Tanulni lehet meg, hogy egy ilyen versből, egy nagyon gyönyörű versből, hogyan született egy dal. Tehát a fészkelő fény című dal következik. A dal természetének megfelelően vannak meg sorismétlések, visszatérések, mert a vers az így önmagában el lehet énekelni egy verset, de többnyire, amikor valaki dalt csinál belőle, dalt ír belőle, akkor ismételget. Tehát egy versmondó kétszer elmondja ugyanazt a verset, akkor mondják, hogy valami baj van, eltévesztette. Egy zenésznek annyiszor ismétli a hányzó, kettő van, az szabadsága. Tehát sokkal jobb verseket énekelni, mint mondani. Sokkal szabadabb. Na hát akkor következik a fészkelő fény. Szolámban égő gyertyalán, hát itt vagyok, hát itt vagyok, nekem gyújtotta meg anyám, nekem gyújtotta meg anyám, mint a hold fehér tava, ringatózik mellettem, őrzi még, anyám szemében fészkelő fény voltam, kis gyertyaláng egy ölelésből, egy ölelésből kibomló szeretettel, kis gyertyaláng egy ölelésből, nem vagyok több, mint te lepke szárnyom, kormostánc, csak apró fény, 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 gyertyalán. Szobámban élő gyertyalán, hát itt vagyok, hát itt vagyok, nekem gyújtotta meg anyám, nekem gyújtotta meg anyám, anyám szemében mészkelő fény voltam, kis gyertyalán ölelésből, egy ölelésből kidomló szeretett dal, és gyertyalány egy ölelésből, kis gyertyalány egy ölelésből. Köszönöm Valériának a beszélgetést. Köszönöm Cserta Gábornak, Szolga Anikónak és Takács Lászlónak a csodás verseket. A rendezvény érdekessége, hogy Valéria és Veronika személyes, baráti kapcsolatban állnak egymással, és már régóta keresték a lehetőséget, az alkalmat arra, hogy együtt, közösen mutassák be alkotásaikat. Erről az elképzelésükről mit sem tudva került megszervezésre a mai ünnepség, mindkettejük nagy meglepetésére és örömére. Veronika sorozatokban gondolkodik, közel 20 fejlesztés alatt álló sorozata van. Régi mesterségek, híres emberek, meditatív képek, írók, költők képei egyaránt szerepelnek a repertoárjában.
Ásteszér, Cserhát, Csetény és Ilény díszpolgára, Bajót és Ipolydíjas, Szőlősgyörök értékes embere. Több mint 900 egyéni kiállítása volt már, ezzel magyar rekorddel lett. Magyarország minden vármegye székhelyén, annak szinte minden nagy városában, illetve 18 ország városaiban volt már kiállítása. Bécsben, Pozsonyban, Kolozsváron, Párizsban, Londonban, Kölnben, New Yorkban, Kairóban, Nagyváradon, Beregszászon, Los Angelesben, Kijevben és Varsóban, és ez csak néhány nagyváros a sok közül. Mintegy 800 festményét adta át 18 ország közel 250 közintézményének. A Vatikánban, a parlamentben, a Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban, New Yorkban, a kormányzói hivatalban, a Krím-félszigeten is vannak képei. Igen jelentős 10 főoltári képe is. Több mint 200 könyvet illusztrált hazánkban és határokon túl. A festészetet 2000 óta az SMV Special Method Version módszerrel tanítja az irányítása alatt álló SMV 2000 festőműhely foglalkozásain. Már 60 alkotótábort vezetett eddig Magyarországon és Szlovákiában. Különleges titulusai a történelmi Szent Lázár katonai és ispotályos lovagrend parancsnoka, művészeti nagykövete. A Móri, Brindisi Szent Lőrinc borrend nagykövete és további 5 borrend tiszteletbeli tagja. Számos lexikonban szerepel, például székesfehérvári és Veszprém vármegyei ki kicsodában, az Európai Művészet zseblexikonban, a svájci szerkesztési országos Who is Who-ban és a pedagógus lexikonban, továbbá felkérést kapott a Szaúr világ lexikonban való szereplésre is. Most felkérem Enyedi Béla, Bőti nagydíjas szépírót, hogy nyissa meg Sima Mária Veronika festőművész tárlatát. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Hát én most a bőség zavarába szenvedek, mert az elmúlt fél évben két nagyon szép tálat megnyitója volt Veronikának, és ennek a két tálat megnyitónak itt van a megnyitó személye, aki megnyitotta a kiállítást. Morosz Istvánné Mártika székesfehérvárról könyvkötőmester, Vicőfalu magyar tanárnője, ő Gárdonyban nyitotta a kiállítását. Most mégis én szeretném megnyitni ezt a kiállítást, el is mondom miért. Veronika 1995-ben jelent meg először itt a Holocsér kastélyben egy kiállítással. Az első jelentős önálló kiállítása volt, innen indult el a pályája tulajdonképpen. És kb. 10 alkalommal voltunk ebben a 29-30 évben itt tálattal. És bevallom férfiasan, idén 80 éves leszek. És januárban elhatároztam, hogy mindenre úgy tekintek az idén, mintha az utolsó lenne. Hogy átéljem, hogy örüljek neki, nem felhős a gondolat, hanem öröm. És most egy olyan kiállítást megnyitó szeretnék levezényelni, elmondani, amit még életemben sem tartottam. Nem a Veronika festészetét, meg a stílusait, meg a képeit fogom bemutatni, hanem Veronikáról szeretnék a csetényieknek mesélni valamit. Amikor majd halljátok, amiket én felolvasok most az elmúlt 30 évről, akkor rájöttek arra, hogy mennyi helyen volt Veronika Csetényi. Mindenhol Csetényi volt, bárhol voltunk, de igazán jobban Veronika Csetényben Csetényi. És nagyon szeretném, hogyha ezt a kis szövegemet nem úgy hallgatnák, nem úgy hallgatnátok, hogy ez dicsekvés, hanem úgy hallgatnátok, hallgatnák, hogy bemutatom Veronikának az elmúlt 30 évét. Érdekesebb kiállítások a 910-ből, ez a 910. tálat. 95-ben Holicsér kastély, Nagyvárad püspöki galéria, Kairó hercegi palota, Budapest Szent István székesegyház. 110 képes kiállítást rendeztek nekünk a nagy székesegyháznak a galériájába. Színszeropóban, Szépművészeti Múzeumban. Úgy voltunk egy komplett teremben, hogy mellettünk lévő teremben repin kiállítás volt. Egészen fantasztikus érzés volt számomra.
Kijevbe, a Lavra kolostorba állítottunk ki, azon a nyáron a Lavra kolostorba, mi ott voltunk körülbelül 2 hónapig, 1 millió látogatója volt a Lavra kolostornak, 3 galéri volt egybeépítve. Fönt a dombon van Kijevbe ez a Lavra kolostor, ilyen gyönyörű arany kupos templomi épületek vannak ott elhelyezve. Varsóban Szent István templomban volt állatunk, Békés Csabán Szent Pál székesegyházban. Mind a két templomba a Veronika képet bevitték a templomba, Varsóba is, és Békés Csabán is. Los Angelesben, United Magyar House-ba volt egy nagyon szép kiállításunk, Ipolyságon pedig a Sahi Honismereti Múzeumban. Mindenből majd 10 ilyen dolgot szeretnék kiragadni. Ez a Sahihoz azt szeretném hozzátenni, hogy ez a határnál van, Parasapusztánál, és a Pálinkás Tibor, a igazgatója a múzeumnak, kiürített 3 termet. Berendezte Veronika 40 mesterségképével, és alátette a szerszámokat. Honismereti Múzeum volt, minden szerszámuk megvolt nekik. És egy fél évig a Veronika képei rendezték a Honismereti Múzeum kiállításait a szerszámokkal együtt. Ebből könyv is készült egyébként. Ezt a könyvet, itt Csetényben van egy tájház, oda Veronika adományozott 11 néhány mesterségképet, ott, hogyha valaki elmegy a tájházba, ott egy példányt odaadtam ebből a mesterségkiállításból. Akkor nézzünk néhány érdekes képátadást. Most már 1000 fölött vannak képátadások száma. Apor Vilmos képet Gyula, Nagyvárad, Segesvár, Csongrád, Szolnok, Jászó, Székesfehérvárral helyeztünk el, de 97-ben én érettségi találkozón voltam Gyulán, és a Gyulai Katolikus Egyház elhatározta, hogy boldoggá szenteltetik a Vatikánba Apor Vilmost, és ennek a Apor Vilmos Emlékbizottságnak a vezetője az én érettségiző osztálytársam volt. Holnap után hozzámegyünk érettségi találkozóra, az Ökörös Pista képviselő, és kitalálták ott az érettségi találkozón 97-ben, hogy Veronikát is elkérik egy Apor Vilmos képfestésre, több festét megkértek a megyében, és hogy ő is fessen egy Apor Vilmost. Hazajöttünk Gyuláról, Veronika festett egy Apor Vilmost, és mikor elkészült, még nedves volt a kép, elhoztuk ide Cseténybe. 97. szeptemberében itt volt az Apor Vilmos, abban a teremben, ahol most az Attilának a nagyon-nagyon értékes fotójai vannak elhelyezve, abban a túlsó sarokban, egész az ajtó mellette állványra fölhelyeztük az Apor Vilmost, minden cél nélkül. Csak szerettük volna, ez volt az első egyházi gondolatú képe Veronikának, hogy szerettük volna megmutatni valahol, hogy fest Veronika Apor Vilmost például. Meg volt a megnyitó, hazamentünk, és 2 nap múlva telefonált a Gyuláról, az Ökörös Pista, és mondja, hogy eljöttek Gyuláról Cseténybe megnézni a Veronika Apor Vilmos képét, lefotózták, hazamentek, összeült az emlékbizottság, és a Veronika képét választották be a Vatikánba a szentelésre, és tudni kell azt különben, hogy 25 ezer kisképet osztogattak szét akkor Veronika Apor Vilmos képével a Szent Péter székesegyház előtt a téren. Tehát egy ilyen érdekesség, hogy nem csak itt született a Veronika, nem csak itt volt az első jelentős kiállítása, hanem az ő pályája is tulajdonképpen ezzel az Apor Vilmos képpel indult, amit itt nézett meg az emlékbizottság 2 tagja. Vatikánban II. János Pál és a 16. Benedek képe van. Esztergomba szintén ugyanezt a 2 képet kérték tőle. Jeruzsálemben 2 festménye van. Van egy a rabbi tanít, és van egy Szent Erzsébet képe. A Szent Erzsébet kép egy lengyel intézményben van benne. Varsóban, Szent István templomban államalapító Szent István főoltár képe van elhelyezve. Ennek az az érdekessége, hogy a főoltár helyén egy korpusz van Jézussal, és védett a templom. Akkor tudtuk meg, hogy bár főoltár képet kaptak tőlünk, de nem vehetik el a korpuszt a főoltár helyéről, és amikor elvittek bennünket megmutatni Varsót délelőtt, délután, amikor visszamentünk a műsorra, akkor bemegyünk a templomba, és nézzük, hogy a főoltár helyén csak ott van a korpusz. És hát akkor miért volt ez a nagy cécó a főoltár képe? És mondták, hogy nem, forduljunk meg, és nézzünk föl. És az ajtó fölött is régenbe hajlítva egy 2 méteres Szent István államalapító Szent István kép volt elhelyezve, és mivel a főoltárt nem bántatták meg, ezért szembenéz a főoltár
Van a korpusz és a Jézus kép az ajtó, és a Szent István kép az ajtó fölött. Érdekesség ennek a képnek egyébként, hogy ha valaki beírja a Szent István államalapító Szent István festényt a Google-ba, akkor decemberben körülbelül 35 vagy 40 olyan intézmény, vagy újság, vagy még pénzre is felrakták a Veredika Szent István képét, legtöbbször levágták alul, hogy ki festette a képet, de nagyon sok képen ott van a Szent István festménye Veronikának, nagyon sok képen, és hát érdemes bemenni a Google-ba és megnézni, hogy hány helyen szerepel ez. Los Angelesben az öregedő Kossuth Lajos képet helyeztük el, Szimferopolban Gorov Teleki Pál képet helyeztünk el a Szép Művészeti Múzeumban, London, Torino, New York, Mono, Bácskos útfalván Kossuth Lajos képeket vittünk. Volt egy Kossuth Zarándok út, Kossuth Lajos tiszteletére Monokról indult, és mi ezzel a Zarándok úttal végigjártuk, egész New York, Torino, London, Bácskos útfalva végigjártuk a teljes Zarándok utat. Saranac Lake-ben és Ipolyságon Bartók Béla kép van. Ha valaki jár Ipolyságon, akkor van egy önkormányzat, és az önkormányzat aulájában egy másfél méteres Bartók Béla képe van Veronikának, ül az asztalnál, ír a Bartók Béla, és azon a képen összeszedtük a Bartók Béla relikviákat. A falon az érettségiző képe, az írógépe az asztalon, a pennája, a radírja, minden, ami Bartók Bélára, az íróasztala, ami Bartók Béláé volt valamikor, azokat összetették a különböző helyekre a fotókat, és Veronika egy képre rátette Bartók Béla összes ismérvét. Hát ez a Saranac, igen. Párizs Borvilág Múzeumban Móri ezerjút adott át a Erdő Péter érsek a Borvilág Múzeum vezetőjének. Akkor veszek egy másik tízes dolgot. Nagyon érdekes díjakat kapott a Veronika. Az idén kapta meg a 60. díját. De ilyen díjak vannak, hogy Székesfehérváron Széchenyi díj, a Diszpálgári címet tetszett emlékezni, azt nem mondom, de életműdíjakat kapott a Maittől, a Beüti társágtól, a Cserhát művészkörtől, Küldig irodalmi társágtól és Krajcáros alapítványtól. Székesfehérvárról egy Varkocs Fárkapitány színezüst érmet kapott tavaly novemberben, és az államtitkár, a honvédelmi államtitkár ott állt a Veronikának. Körmenden Batthyány és Tratvan László díjat adtak át neki. Debrecenben Holló László díjat kapott. Biharban a templi püspök atya erdélyi jubileumi Szent István érmet adott át neki. Ipolyságon Jó Palóc címet kapott, és boldog voltam, hogy én is Jó Palóc lettem. Úgyhogy igen, nagyon sok, ma is éneklek egy Sajó Sándor, egy Palóc verset, úgyhogy így visszük a Palócoknak és a hírért nevét. Budapesten Krudig legenda díjat kapott, és Zalaegerszegen pedig rekord lett, akkor még a 800. tálatnál voltam. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna így mondani, de ilyen tízeket tudnék összeszedni a kötet illusztrációkból, már 210-nél tartunk, az alkotótábor vezetések már 60-nál tartunk, akadémiák, 19 akadémiát tartott Veronika 5 országban. Olaszországban a Gardatónál fantasztikus volt az a millió, ahogy a Gardatónál, hol az eső esett, hol pedig megsültünk a mellettől. Tehát egész érdekes volt ez az Olasz Akadémia. A 7 lovagrendi tagság említve lett, a lexikon szereplések említve lettek. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a Veszprém megyei kikicsodába is belekerült a Veronika. Be kell vallani itt most, hogy ez nagy rész Sári Attilának az érdeme, mert tudjuk egyébként, hogy amikor Veronika bekerült ebbe a lexikonba, Sári Attila volt még itt a vezető, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ő terjesztette föl a lexikonba való szereplésre. 12 főoltárképe van Veronikának, 8 keresztútja, de nagyon-nagyon sok mai élő festő, író, költő portréját is megfesti. Én nagyon szívesen odaadnám ezt a papírt, hát ha tudják valamire használni, egy kis összeállítás. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon-nagyon szeretném, hogy elhinnék, hogy én még ilyen megnyitót nem tartottam. Általában azt szoktam csinálni, hogy előveszek egy névjegyet, és amik ezen vannak, arról szoktam beszélni, hogy szoktam beszélni a képekről, amik a falakon vannak, de egy ilyen összeállítás Veronikáról az elmúlt 30 évre még soha, nem csak, hogy nem
csináltam, nem tettem, hanem nem is mehettem volna, de Csetényben én úgy érzem, hogy megbocsátják, és nem dicsekvésnek fogják majd venni ezt a kis beszédemet, hanem hogy csetényieknek el szerettem volna mondani, hogy milyen az, amikor Simon and Veronika máshol van, és ott is csetényi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Tegnap előtt Bakony-Szombathelyen az aulában 150 gyerek előtt tartottunk egy magyar költészet napját, onnan hoztuk ide ezeket a képeket. Az egy olyan aula, hogy 20 festmény van Veronikától állandóra berendezve, Benedek Elek kép, vagy Táncsics Mihály kép, és ott ugyanezt a két dalt énekeltem el, és Veronika azt szerette volna, hogy itt is ugyanazt a két dalt énekeljem el. Nagyon érdekes az a két vers. Az egyik költő írt egy másik költőnek. Az egyik költő az a 20. század első felében élt, a második költő pedig a 19. században élt. Tehát 100 évre visszaemlékeznek egymásra, és megtisztelik egymást, beszélnek hozzá, gondolnak rá. Ady Endre Táncsics Mihály születésnapjára írt egy nagyon-nagyon érdekes verset, de ez a vers a 18.-19. századi beszédmódot intézi. Tehát már Ady Endre korábban nem beszéltek így, Ady Endre szándékosan abban a stílusban írt, ahogy Táncsics Mihályék éltek. Kent volt Táncsics Mihály, amikor a lelkünk Attila ugarján, táblabírák földjén szenvedő szerelmünk. Kentet ostorozták, kutya sem becsülte, mert Kent senki sem volt, mindenkiért hevült, parasztanya szülte. Kennek sok fájdalmát szívesen fájlaljuk, s e fájó országban kedvős szerepét szívesen vállaljuk. Kennek sok fájdalmát szívesen fájlaljuk, s e fájó országban kedvős szerepét szívesen vállaljuk. Kent bizony elborlott, de mi, akik élünk, vagyunk bizalommal, vagyunk új táncsicsok, s miként Kent remélünk. Kent új rendet akar, mindenki szeretné, de mi más rendre vágyunk, vagy igaz világ lesz itt, vagy nem lesz semmi. Kentet azért mégis áldjuk, mint egy szentet, Istenünk az eszme, halott korában is áldja, verje Kentet. Kentet azért mégis áldjuk, mint egy szentet, Istenünk az eszme, halott korában is áldja, verje Kentet. Ez Ady Endre verse volt, és akkor most egy palóc vers következzen. Sajó Sándor Ipolyság környékén élt, és hát nagyon forradalmi rebelis költő volt, úgy hívták őt, hogy a palócok Petőfije. Kőbányán ott is állítottunk ki abba a Szent László gimnáziumba, ahol ő igazgató volt a 29-30-31-ben, 33-ban halt meg Sajó Sándor, és felnőtt korában visszaemlékezett egy gyerekkori élményére. Egy könyvet kapott. Vastag könyv volt, vastag lapokkal, és egy arany név volt az elején a könyvnek, Petőfi. És felnőtt korában már Kőbányán élt akkor, megírt egy verset. Az a címe a versnek, hogy Van nékem egy könyvem. Igen ám, de én egy pici Petőfi betétet illesztettem a versbe, és a dalnak az lett a címe, hogy Sajó Sándor
Van nékem egy könyvem, Petőfi Sándor. Fogadjátok szeretettel! Van nékem egy könyvem, régi kopott jószág, csupa zengő álom, csupa szép valóság. Tízesztendős voltam, föléje hajoltam, belegyönyörködtem, belőle daloltam. Büszke gyerekségem, értő ifjúságom, benne van-e könyvben egész magyarságom? Benne van-e könyvben egész magyarságom? Benne van-e könyvben egész magyarságom? Ne fogjon senki könnyelműen a hórok vengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantott lesz. Ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmas örömed, nincs rá szüksége a világnak, ezért a szent fát félreted. Álmodozva hajlok, mostan is reája áradja szívemmel, ezer év csodája áradja szívemmel. Örök szép magyarság, Petőfi, Petőfi, szerelem, szabadság. Igézet fog el szent emlékezetben, és áldom az Istent, hogy magyarnak születtem. És áldom az Istent, hogy magyarnak születtem. És áldom az Istent, hogy magyarnak születtem. Mehetne hátul, lehet, hogy bevonul katonának. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon szívesen jöttünk. És Valériának is szeretnénk megköszönni. És nem tudom, hogy esetleg, hogy a jövőre 30 éve van bennünk, hogy úgy volt először, ha gondolkodnak, egy 30 éves ünnepi tálatot esetleg nagyon szívesen elvállalnánk. Köszönöm szépen! Igen, a Valéria üzenetét tolmácsolva a galéria teremben, ugye, ott lehetőség lesz dedikálásra. Igen. Köszönjük. És kedves vendégeknek meg köszönjük a részvételt, köszönjük, hogy eljöttek és együtt ünnepelhetünk a költészet napját. És akkor most menjünk át együtt a galéria terembe és tekintsük meg a tárlatot.